Köszöntöm Önöket! Ez a KVTV híradója június 2-án, Kazincz Barcika és a térség legfontosabb információival. Először nézzük főbb híreinket röviden. Rendészet. Sikeres vizsgát tettek a közterület felügyelők. Gyermeknap. Idén is színes programokkal várták a kicsiket a sportközpontban. Tudni. Kazincz Barcikára érkezett a Magyarok a Barszáért című dokumentumfilm bemutatója. Állományi vizsgát tartottak május 31-én a városi rendészetnél. A megmérettetést követően 9-en tettek sikeres közterületfelügyelői vizsgát. A vizsgát megelőzően az érintett munkatársak egy intenzív elméleti és gyakorlati képzésen vettek részt, nagyon széles körű szabálysértési büntetőjogi, büntetőeljárásjogi, közigazgatási és jogi ismereteket tanultak, illetve intézkedésmódszertani, technikai, taktikai képzést kaptak. Vince Csaba rendészeti vezető a KVTV-nek elmondta, a sikeres vizsgatétel a rendészet és a munkatársak életében is kiemelt jelentőséggel bír. A mai napon 9 kollégánk tesz közterületfelügyelői vizsgát. Ennek a vizsgának a birtokában egy sokkal szélesebb jogkörrel kerülnek felruházásra a kollégák, mint ez eddig volt. Mai naptól kezdve a sikeres vizsgát követően a kollégáim a személyi szabadságot korlátozó intézkedések, a kényszerítő eszköz alkalmazásának, illetve a helyszínbírságolás szélesebb körének kiterjesztésével egy más dimenzióba, egy más lépcsőfokra lépnek, ezáltal egy sokkal magasabb szintű intézkedési lehetőséget teremtünk számukra. A vezető hozzátette, mind a 9 munkatársuk sikerrel vette az akadályokat, így mostantól több jogkörrel rendelkeznek. Többek között joguk lesz szükség esetén a személyi szabadságot korlátozni, alkalmazhatnak kényszerítő eszközöket, illetve szélesebb körben róhatnak ki helyszíni bírságot, mint eddig. A vizsgákat követően Szitka Péter polgármester, Klimon István alpolgármester és dr. Szuromi Krisztina jegyző köszöntötte a rendészeket. A város első embere úgy fogalmazott, Kazincz Barcika büszke a város rendészeire és elismeri munkájukat. Nem egy egyszerű feladat, ami szerintem az elkövetkezendőkben Önök előtt áll. És ahogy éppen idefele jöttünk, jegyzőasszony a polgármester úrral, tehát mi abban gondolkodunk, hogy egy ilyen sikeres vizsgát követően olyan munkát tesznek le majd az asztalra, amire méltán lehetünk mi, mint városvezetői büszkék. Ezt követően mind a képviselőtestet, és ami talán a legfontosabb, hogy a városlakók is úgy fognak az Önök irányába nézni, hogy azért egy nagyon nagy megtiszteltetés, egy tisztelet, ami az Önök irányába megy, és a biztonság, a közbiztonság és a megértés és minden más olyan gondolat fogalmazódik meg bennük, amiért tulajdonképpen ezt az egészet mi kitaláltuk és amiért szervezzük. A városi rendészet kötelékében jelenleg 19-en dolgoznak, viszont több felvételi eljárás is folyamatban van, mert a 25 fős engedélyezett létszámkeretet nyár végéig szeretnék teljesen feltölteni. Közmeghallgatást tartott a város képviselő testülete június 1-én. A közel 4 órás nyilvános eseményen 10 városlakó kért és kapott szót olyan közérdeklődésre számot tartó témákban, mint a felső-barcikai vízelvezetési problémák, Egressy úti utcabútorok elhelyezése, herbolyai szegregátumok felszámolása, munkahelyteremtés, a strand és a Balatonszepezi tábor működtetése. A közmeghallgatáson többek között érintették a szelektív hulladékgyűjtés, egyes helyi adók és a főtér rekonstrukciójának kérdéskörét is. A témáról bővebb összefoglalót a Color Hét június 10-i számában olvashatnak. A hagyományoknak megfelelően idén is a sportközpont területén rendezték meg a Városi Gyermeknapot Kazincz Barcikán. A május 29-i programokra ezúttal is több százan voltak kíváncsiak. Aszfaltrajzverseny, buborék és biliárdfoci, vagy éppen vidámpark. Egyebek mellett ezek közül válogathattak, akik a gyermeknapon kilátogattak a Kazincz-Barcikai sportközpontba. A változatos programok mellett a színpadon is egymást követték a fellépők. Jelen pillanatban épp a Matiné zenekar zenél a hátam mögött a színpadon, de itt volt már a Kabóca Citera zenekar, a Kodály Zoltán alapfokú művészet oktatási iskola, a Csináljunk Bohóc iskolát, a Zenebona társulat, illetve érkezik még Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar is. Este 17:30 pedig egy régi ismerőst, a 2 éve Kazincz Barcika 60. évfordulóján debütált Kabarcit, második születésnapja alkalmából köszöntötték a résztvevők, valamint a Barcika Art Kft. Ügyvezető igazgatója, dr. Makkai Orsolya. Boldog, boldog, boldog születésnapot kíván!
A Városi Gyermeknapon is megtalálható volt a Kolorpont, ahol hasznos információkkal gazdagodhattak az érdeklődők a 4. Kolorfesztiválról, valamint a Városi Rendőrkapitányság is érdekes bemutatókkal várta a kicsiket és a nagyokat egyaránt. 40-60 címmel nyílt kiállítás Lőkös Zoltán fotóművész munkáiból május 26-án a Kisgalériában. A tárlat június 24-ig tekinthető meg Kazincz Balcikán. A Lakozan Osztra Egyesület zenészeinek rövid előadásával kezdődött a kiállítás megnyitója, majd Klimón István köszöntette a megjelenteket. Az alpolgármester örömét fejezte ki, hogy a fotoművész kiállítása Kazincz Barcikára is eljutott. A tárlatot Bánóczi László fotóművész nyitotta meg, aki beszédében szólt a Lőkös Zoltánnal való barátságáról, valamint a művésztársa kiállított munkáiról is. A kiállító alkotó érdeklődésünkre elmondta, a tárlat címében szereplő mindkét szám vele kapcsolatos. A 40 azt jelzi, hány éve van a pályán, a 60 pedig az életkorát jelöli. Hozzátette azt is, hogy a jelenlegi tárlat először Budapesten, aztán Révkomáromban volt látható, és Kazincz Barcika után ősszel Székesfehérváron szeretné azt bemutatni. Lőkös Zoltán híradónknak beszélt a kiállított képekről is. Most egy amúgy is stílusom, hogy női portrét, aktot, illetve egy úgynevezett környezetvédelmi jellegű kiállítási anyagot akartam most összerakni, és hát itt túlsúlyban azért a portrét és az aktot láthatjuk, de azért van néhány ilyen környezetvédelmi jellegű dolog is. Hát ez az én stílusom, tehát ez hosszú évek óta ilyen jellegű képeket készítek. A tárlat június 24-ig, hétfőtől péntekig reggel 9 és délután 5 között tekinthető meg a Kisgalériában. Dalos találkozót szervezett az Ádám Jenő Tagiskola június 1-én az intézmény aulájában. Az országos kórus találkozó Kodály Zoltán emlékplaketteseinek műsorával kezdődött az idei dalos találkozó szerdán. Az eseményen Fürjes Gáborné Csépányi Ágnes, a Kazincz Barcikai Pollák Mihály általános iskola igazgatója köszöntötte az érdeklődőket, majd a tagintézmény nemrégiben elért eredményeiről beszélt. Az Ádám Jenő kórusa nemrégiben az Akteleki Cseppkőbarlakban készült felvételével jelentkezett az Operaház által korábban hirdetett pályázatra, tette hozzá az igazgatónő. Főigazgatójának a külön díját nyerte el ez a pályázat, ami úgy gondolom egyedülálló környezetben és egyedülálló produkcióval lépett színre, és ezért érdemes volt az Operaház főigazgatójának külön díját. A KVTV érdeklődésére Gyenes Anna Mária énektanár elmondta, a rendezvényt évek óta megtartják az iskolában. Iskolánk idén ünnepli a 35. évfordulóját, és ebből az alkalomból most a gála jegyében zajlik ez a dalos találkozó, ami egy örömeneklés, és mindenféle korosztályt szeretettel vártunk ide. A programon a kazincbarcikai óvodások, általános és középiskolások és felnőtt kórusok is részt vettek. A hagyományoknak megfelelően idén is színes programokkal ünnepelték a gyermeknapot az Angyalkert görögkatolikus óvodában. A május 31-i rendezvényen volt népi játszótér, egyebek mellett csigafuttatóval, sajtlabirintussal és kosárkörhintával ismerkedhettek a gyerekek, majd a programot a Zenebona Társulat vidám zenés műsora zárta. Ajándékban is részesültek az óvodások, dr. Fedor István főorvos gyermekbútorokat adományozott, az intézmény fenntartója pedig a LEGO Education jóvoltából lehetővé tette, hogy a legkisebbek szeptembertől a LEGO Matek program keretében ismerkedjenek a számok világával. Egy országjáró turné keretében Kazincz Balcikán is bemutatták a Magyarok a Barszáért című dokumentumfilmet május 27-én a Mezei István Művészeti Központban. Gyermekek és fiatal focisták, a KBSC labdarúgó csapata, valamint a futball szerelmesei vettek részt a Magyarok a Barszáért című dokumentumfilm Kazincz Barcikai bemutatóján. A vetítést megelőzően Kocsis Tibor rendező elmondta, 25 éve készít filmeket, de sosem gondolta, hogy egyszer majd a sport, azon belül is a foci kerül középpontba. Egy olyan történettel találkoztam, sok-sok évvel ezelőtt, 8 évvel ezelőtt külföldön,
amikor most egy katalán producer fél órán keresztül beszélt valakiről, aki ott náluk Barcelonában az ő hihetetlen hősük, egy focista, egy magyar, akit ők szeretnek és tisztelnek, és én nem tudtam, hogy kiről beszél. És én mondtam is, hogy hát biztosan Puskásról beszélsz, és ő nagyon dühös lett, tehát egy madridost hozok ide elő, Puskás öcsit, egy Real Madrid játékost, egy magyar. Nem, ő Kubala Lászlóról beszél. Az eseményen Dunai Antal olimpiai bajnok labdarúgó személyes élményei mellett hangsúlyozta, a három futballcsillag a kommunista rezsim elől menekülve hagyta el Magyarországot az 50-es években. Az alkotást már számos országban bemutatták, többek között Los Angelesben, San Franciscóban, Pekingben és Milánóban is. A rendezvényen Demeter Zoltán, országgyűlési képviselő, Szitka Péter Kazincbarcika polgármestere és Badalik Szabolcs, magyar válogatott strandlabdarúgó is részt vett. A vetítést kötetlen beszélgetés zárta. A bajnokság utolsó fordulójában vasárnap este 6 órától Nyírbátorban lép pályára a KBSC. Bár a legutóbbi fordulóban a már bajnok Nyíregyháza ellen megszakadt a KBSC több mérkőzésből álló győzelmi sorozata, Vince Richard gárdája szeretne győzelemmel búcsúzni a szezontól. A barcikai gárda vezetőedzője elmondta, a cél az volt múlt vasárnap, hogy pontot raboljanak a bajnok csapattól, ám ez végül nem sikerült. A vezetőedző szerint ebben az is közrejátszott, hogy az ellenfél lényegében a korábbi élvonalbeli csapatával szerepelt a bajnokságban, és komoly játékerőt képviseltek. A hétvégén Nyírbátorba látogat a KBSC, a nyírségi csapat fellélegezhet, hiszen az elmúlt hétvégén eldőlt, hogy jövőre is ugyanebben az osztályban mutathatják meg tudásukat. Vince Richard hangsúlyozta, bár kérdés, hogy mit vált ki a nyírbátoriakból a bennmaradás, de mind pontszámban, mind játéktudásban jelentős különbség van a két csapat között, szeretnék ezt a pályán is érvényre juttatni. A Nyírbátor KBSC mérkőzés tehát június 5-én, most vasárnap este 6 órától kezdődik a Szabolcsi városban. Június 10-e és július 10-e között rendezik meg Franciaországban a 15. labdarúgó Európa-bajnokságot. A nemzetközi sporteseményre idén 44 év után a magyar válogatott is kijutott, így a Kazincbarcikai Sportközpont területén, városunkban is óriási kivetítő előtt szurkolhatunk együtt nekik az ebédsátorban. A közvetítések alatt játszani is lehet. Aki a magyar válogatott meccseinek pontosan tippeli meg az eredményét, válogatott mezt, aki pedig az evé során eltalálja, hogy ki lesz a torna győztese, a magyar válogatott tagjai által dedikált labdát nyerhet. További részletek a június 3-án megjelenő Kolon 7 hátlapján találhatók. Végül közlemények. Kazincbarcika város önkormányzatának jegyzője, dr. Szuromi Krisztina ezúton tájékoztatja a tisztelt szülőket, hogy a nyári gyermekétkeztetési jegyek átvételére június 8-án szerdán reggel 8-tól délután 4-ig van lehetőség a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal hatósági és jogi osztályának szociális csoportjánál. Az átvétel helyszíne a szociális csoport főtér 36 szám alatt található irodája. A jegyek átvételére azok a szülők jogosultak, akik a nyári gyermek étkeztetésről nyilatkoztak. Az elműémász hálózati szolgáltató Kft. Ezúton értesíti Önöket, hogy a biztonságosabb villamosenergia ellátás érdekében június 9-én csütörtökön több helyen is felújítási, karbantartási munkát végez Kazincbarcikán. A munkavégzés időtartama alatt a villamosenergia szolgáltatás a vételezési helyeken szünetel. Ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezik, a hálózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsolják. A karbantartási munkák helyszínei és időpontjai megtalálhatóak a Color 7 június 3-ai lapszámában, a KVTV képújságjában, illetve az opont.hu-n és a kazincbarcika.hu-n is. A KVTV híradóját látták, friss hírekkel legközelebb jövő kedden a Presszóban jelentkezünk. Híradóval egy hét múlva csütörtökön a megszokott időpontban várom Önöket. Műsorainkat, híreinket az Opont online-on találják meg. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!